általános és középiskolás vetélkedő, sportnap, színpadi előadás és művészeti kiállítás. Színvonalas programokat rendeztek a Szent László emlékév alkalmából október 9-e és 14-e között a Mezőkövesdi gimnáziumban. Az iskola névadója előtti tisztelgés jegyében telt el egy hét a Miskolci Szakképzési Centrum, Mezőkövesdi Szent László gimnáziuma, közgazdasági szakgimnáziuma és kollégiuma falai között. Az elmúlt tanév végén fogalmazódott meg a rendezvénysorozat gondolata, amelyhez a munkaközösségek tagjai készítettek javaslatokat, amiből végül összeállt a heti program. Az első nap középiskolások vetélkedtek egymással, összesen 7 csapat mérte össze tudását a gimnázium dísztermében október 9-én. A helyi gimisek mellett a Miskolci Szakképzési Centrum Bláthy Ottó villamosipari szakgimnáziumából érkeztek diákok a játékos megméretésre. Reményi Gyuláné tanárnő ismertette a verseny menetét. A csapatok magyar, történelmi és közgazdasági teszteket oldottak meg, néhány feladatnál az okostelefonokon adták meg a helyes választ. A kreativitásukra is szükség volt, olyan tojástartót kellett tervezniük, amelyben egy nagyobb esés után sem törik el a tojás. Ezt a feladatot a vetélkedő végéig volt idejük megoldani, a verseny zárásaként pedig bemutatták a termékeket és tesztelték is az elkészült tartókat. A vetélkedőn a 10. A osztály, 10. Magyar Küldöttség nevű csapata győzedelmeskedett. Másnap, október 10-én 4 csapat részvételével sportnapot tartotta a középiskolás diákok részére az intézményben. A kispályás labdarúgó tornát a Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Középiskola csapata, míg az ügyességi úszóversenyt a Miskolci SC Berzevici Gergely szakgimnáziuma nyerte meg. A következő programon összesen 9, 2 katolikus általános iskolás, 1 Szent Imrés, 1 mezős és 5 gimis csapat versengett az intézményben október 11-én. Reményi Gyuláné tanárnő vezényelte le ezt a vetélkedőt is, kezdésként a csapatok prózamondói Szent Lászlóhoz kapcsolódó legendákat mondtak el. A 7.-8. osztályos tanulókból álló csoportok egyebek mellett Szent Lászlóval kapcsolatos néprajzi, idegennyelvi és kreativitást igénylő feladatokat oldottak meg, valamint egy hagyományőrző lovag bemutatót is megtekinthettek a Szent Sebestyén lovagrend előadásában. Az első helyet a helyi gimnázium 8. B osztály Prolik nevű csapata szerezte meg. Nagyon örültünk neki, hogy nem csak az iskolánk tanulói, hanem a város, illetve a szakképzési centrum más iskoláiból is vettek részt. Tanulók, a Bláthy, a Mezőcsáti gimnázium tanulói mellett az általános iskolákból is, ugye az általános iskolák szervezett versenyen, tehát azt gondolom, hogy így a kapcsolatok építésére is jó lehetőséget biztosított ez a hét. Következő programként a Szent László legenda dramatizált feldolgozását adták elő október 12-én a gimnázium dísztermében a diákok. A Sándor Dalma által rendezett darabban zömében 9. B osztályos tanulók szerepeltek. A színvonalas produkció nagy sikert aratott a nézők körében, a diákok méltó módon dolgozták fel a lovagi eszmény megtestesítőjének cselekedeteit. A diákoknak rendezett programok október 13-án zárultak le, amely zárórendezvényen egyrészt az iskola tanárainak, volt tanulóinak alkotásaiból álló kiállítást rendeztek a díszteremben, másrészt kiosztották a diákok számára meghirdetett különböző projektek nyerteseinek járó elismeréseket is. A Szent László héthez kapcsolódóan plakát és esszéíró pályázatokra várták a munkákat, valamint angol nyelvű pályamunkákat küldhetek be a tanulók az Erasmus Plus program pályázatára a jövő munkája témakörben. Az utóbbinak komoly tétje volt, az első helyezett 2 csapat tagjai, Lengyel Lilla, Pongrácz Szilvia, Berec Antónia és Katyina Boglárka a következő nemzetközi fordulóban képviselik majd az iskolát. Igyekeztünk változatos programokat kínálni a tanulóknak, és ugyanakkor az egyes tevékenységeknél azért törekedtünk arra, hogy ne a szigorúan véve tananyaghoz kapcsolódjanak, hanem a vetélkedők is nagyon változatos feladatokat adtak a tanulók számára, a kreativitások, ötletességük, de azért a megtanult ismereteknek a felhasználása is valamilyen módon terítékre került. A tanulók lelkesek voltak, sokan vettek részt a programokon, illetve nézőként is szép számmal voltak jelen a diákok. Az intézmény vezetője reméli, hogy legközelebb már ők is aktívan részt vesznek majd a rendezvényeken.